Hello, sziasztok, Eszti vagyok, és ma megmutatom, hogy én hogyan készítek csirkepörét. Én, mint mindig, most is egész csirkéből fogok főzni, javaslom, ti is tanuljátok meg, hogy hogyan tudjátok szétszedni a csirkét, most meg fogom mutatni, hogy én hogy csinálom. Főként azért, mert egyrészt nagyon egyszerű, másrészt sokkal olcsóbban kijöttök, hogyha ti magatok szeditek szét a csirkét, mint hogyha darabolva vennétek. Első lépésként én ki szoktam vágni a zsírzóját a püspök falatjából, ami egy picike kis zsírgolyó, itt a legvégén a farkánál. Amint látjátok, egy késsel, hogyha csont mentén végigvágjátok, ezt könnyen ki tudjátok szedni. Ezután én körbe szoktam nézni a csirkét, és leszedem róla a tokokat, ami esetlegesen rajta marad. Nekem most mázlim van, ugyanis csak itt a combjánál volt néhány, amit egy késsel, a toll növési irányával ellentétesen simán ki tudom szedni. Ezután le fogom vágni a szárnyait. Van, aki a combjával kezdi, van, aki a mellével, én most a szárnyával fogom. Ez rendkívül egyszerű egyébként, keresétek meg, hogy a szárny hol csatlakozik a mellehúsához. Ezután fogjatok egy közepes méretű, nagyon-nagyon éles kést, és kezdjétek el bevágni a húst. Most próbálom úgy tartani, hogy lássátok is, hogy mit csinálok, úgyhogy remélem ez így rendben lesz. Szóval, először elkezditek bevágni a húst, és ellentétes irányban feszítitek a szárnyat. Amint látjátok, szépen kinyílik, és meglátjátok, hogy hol van az ízületi tok, ami a szárnycsontot a mellecsonttal összeköti. Semmi más dolgotok nincsen, mint hogy a késsel körben elkezditek levágni a húst, és szétvágni az ízületi szálakat, amik tulajdonképpen összetartják a szárnyat a mellehúsával. Amikor ez megvan, akkor ezt ugyanezt megteszem a következővel, ugyanúgy elkezdem bevágni a húst, és ellentétes irányban feszítem le a szárnyat. Amikor meglátom, hogy hol van az ízületi tok, annak a mentén körbevágom, és a kezemben van a szárny. Ezután jöhet a comb, amit először a bőre mentén, ami a mellehúsa és a combja között van, elkezdem körbevágni. Ugyanúgy ellentétes irányban feszítem le a combot a hústól, ezután kiroppantom a medencéjét, ami elég durván hangzik, de tulajdonképpen ezt csinálom. Ekkor meglátom, hogy a combcsont hol csatlakozik a medencecsonthoz, annak a mentén végigvágom, és már a kezemben is van a comb. Ugyanezt a műveletet megteszem a másik combbal is, szintén a bőrét kezdem el először bevágni, ellentétes irányban feszítem a combot a csirkétől, majd kiroppantom az ízületi tokot, megkeresem, hogy hol van a csont, és annak a mentén levágom a combot a csirke többi részéről. Most pedig jöhet a mellehúsa. Van, aki egyébként ezt vágja le legelőször, nekem most éppen ehhez volt kedvem, ti keresitek meg, hogy melyik technika az, ami nektek a legjobban kézre áll. Az ujjunkkal keressük meg, hogy hol van a mellecsontja, és amellett 1-2 mm-nyivel kezdjük el a jó éles késünkkel bevágni a húst, egészen addig, ameddig el nem érünk a mellecsontja aljához. Ezután én most megfordítottam, hogy jobban lássátok, hogy mit csinálok, a késünk hegyével óvatosan a csont mentén fejtsük le a húst a csontról. És amint látjátok, még néhány mozdulat, és a kezemben van a mellehúsa. Ugyanezt a műveletet megteszem a mellehúsának a másik felével is, megkeresem, hogy hol van a csont, annak a mentén elkezdem bevágni a húst, egészen addig, amíg el nem érek a mellecsontja aljáig, majd pedig a kés hegyével a csont mentén óvatosan lefejtem a húst. És ez is megvan. Ezután szedjük le a mellecsontot a hátáról. Én először beszoktam vágni ezt a kis bőrrészt, amit ti is látni fogtok, azért, hogy utána bele tudjak nézni a csirkébe. Amit látjátok, itt az ujjam mentén van egy nagyon halvány, vékony, fehér csíkocska a bordák közepénél. Ez gyakorlatilag porc, ugyanis a csirke még nagyon fiatal volt, és nem volt ideje összecsontosodni a bordájának. Ez a fehér csík mentén futtassátok végig a kés élét, amit látjátok, én is gond nélkül el tudtam vágni. A másik oldalán szegénykének a bordái el vannak törve, ott így módon csak a húst kell igazából bevágnom, egészen az ízületi tokig, amit érezni fogtok a késsel. Ez az a pont, ahol ténylegesen a mellecsontja a hátához csatlakozik. Kézzel feszítsük szét, majd pedig késsel óvatosan, mert ez itt elég veszélyes, vágjuk szét az ízületi tokot, és így módon a kezünkben marad a mellecsontja.
Most pedig jöhet a háta. Amint látjátok, az enyémnek, szegénykinek el van már törve egy helyen, úgyhogy ott fogom elvágni. A lényeg az, hogy a húst a bordák mentén egészen a gerincig vágjuk be, majd pedig roppantsuk és feszítsük szét. Ezután már gond nélkül szét tudjuk vágni a hátát a medencéjétől. Sokan azért nem dolgoznak egész csirkével, mert nem tudnak mit kezdeni a háta és a mellett csontjával, viszont, hogyha tényleg főztök otthon, javaslom próbáljátok ki húslevesbe, pörköltbe, vagy pedig főzhetek belőle szimpla csirke alaplét, amit más ételekhez fel tudtok használni. Hogyha a combokat szeretnétek szétszedni, akkor kezditek el mozgatni a két csontot, így módon meg tudjátok találni, hogy hol van a térde. Igen, a térde. Az ujjatokkal, hogyha megnyomjátok, érezni fogjátok a kis horpadást, ahol késsel szimplán be kell, hogy vágjátok, gond nélkül végig fogjátok futtatni majd az ízületitok közepén a kést, és így módon szét tudjátok vágni a combot ketté. Íme egy alsó és egy felső. A pörkölthöz szükségem lesz 3 közepes méretű fokhagyma gerezdre, amit először megroppantok, majd pedig apróra vágok. Természetesen használhatok akár fokhagyma pürét, vagy pedig, hogyha van otthon fokhagyma nyomótok, azzal is megtehetitek ezt a műveletet. Most pedig jöhet az örök ellenségem, a hagyma. Sajnos pörkölthöz elengedhetetlen, ugyanis ebből lesz az igazi szaft, úgyhogy most én is használni fogom. Először félbevágok egy szép nagy fejet, a gyökérrészt rajta hagyom, ugyanis az fogja egyben tartani a hagymát, amikor hosszában vékonyan felszeletelem. Arra vigyázzatok, hogy ne vágjátok egészen végig, mert akkor szét fog esni a hagyma, és nagyon nehéz lesz felaprítani. A szeletelés után átfordítom az ellenkező irányba, és ugyanúgy vékonyan felszeletelem, aminek a végeredménye az, hogy apró kockákra esik a hagyma. A hagymát és a fokhagymát előmelegített edényben, pici olajon, vagy pedig zsíron, hogyha van otthon zsírotok, mindenféleképp azt használjátok, meg fogom futtatni. A lényeg az, hogy néha megkeverjük, ugyanis nem szeretnénk megégetni, hanem csak azt szeretnénk, hogy üvegesre párolódjon. Ez pár perc alatt meg fog történni, de azért maradjatok mellette, ne hagyjátok ott, mert akkor biztos, hogy leég. A tradicionális pörkölt alaphoz szoktak még használni paradicsomot és paprikát is, hogyha szeretnétek, nyugodtan tegyetek bele, viszont az én receptemhez nincsen rá szükség, és higgyétek el, isteni finom lesz, úgyhogy javaslom, próbáljátok ki először az én verziómat. Egyrészt időt, másrészt pici pénzt spóroltok vele. Pár perc főzés után, amint látjátok, szépen üvegesre párolódott a hagymám, és hál' Istennek meg sem égettem. Most jöhet hozzá a legfontosabb hozzávaló, a csemege paprika. Én, mivel most nem használok éppen a pörkölthöz szalonnát, a füstölt verzióját használom a paprikának, ami nagyon-nagyon finom, kellemes füstös íz fog adni a pörköltömnek. Ebből körülbelül 2 evőkanálnyira lesz szükségem. Ezt gyorsan elkeverem, majd pedig körülbelül fél percig fogom pirítani. Nem kell attól félni, hogy megég, ugyanis nem fog. Ez csak akkor történik meg, hogyha hagyjátok leégni, leragadni, és nem keveritek folyamatosan. Miután elkevertem a paprikát a hagymával, jöhet bele a csirke. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, ugyanis pörköltet fogunk készíteni, úgyhogy picit le kell pörkölnünk a csirkét a paprikával. Ez 1-1,5 perc alatt meg fog történni, ugyanis nagyon-nagyon forró a serpenyő. Arra figyeljetek oda, hogy folyamatosan kevergessétek, mert nem szeretnénk, hogy a paprika leégjen és megkeseredjen. Hogyha esetlegesen féltek attól, hogy le fogjátok égetni a paprikát, akkor ezt kislángon tegyétek meg. Így egy picit tovább fog tartani, ugyanis inkább főni fog a csirkétek, nem pedig pirulni. A végeredmény ugyanúgy finom lesz, de majd legközelebb, amikor kicsit bátrabbak vagytok, akkor majd nagyobb lángon ugyanúgy megpróbálhatjátok. Én miután jól elkevertem a csirkémet, hagyom egy nagyon-nagyon picit pirulni, és ezután öntök rá 1,5 deciliternyi vizet. Erre azért van szükség, mert nem használok hozzá se paradicsomot, se paprikát, ami egyébként kiengedné a levét, viszont valamennyi folyadékra szükségünk van. És ne feledjétek, hogy ez a recept is, mint mindig, most is itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálható, és hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, minden héten szombaton délután 1 órától főzősó a Twitchen, aminek a linkje szintén a leírásban, minden más elérhetőségünk mellett megtalálható. Amint látjátok, én most tettem mellé egy evőkanálnyi sűrített paradicsomot. Igen, nem használok friss paradicsomot, de pici sűrített paradicsomra szükségünk van, ugyanis ellensúlyoznunk kell a rengeteg vörös hagyma vagy lila hagyma édeskés ízét, és erre a sűrített paradicsom tökéletesen alkalmas. Ezen kívül jó alaposan megsózom és borsozom is, és semmi más fűszert nem teszek hozzá.
Igazából ahányház annyi szokás, mindenki másként fűszerezi a pörköltet, van, aki tesz hozzá majoranát, esetleg oregánót, sőt, olyat is láttam, aki kakukkfüvet használ hozzá. Javaslom, próbálkozzatok különféle ízesítésekkel, de ez a legszimplább verzió, szerintem a legfinomabb. Mindent jól elkeverek, majd pedig lefedem, és közepes lángon addig főzöm, amíg a csirke meg nem puhul. Néha azért javaslom, nézzetek rá, mozgassátok meg egy picit, hogy ne égjen le esetlegesen a csirke. A leveg körülbelül ugyanannyi kell, hogy maradjon, mint amennyivel indultatok, éppen hogyha csak elfedi a csirkét, akkor tökéletes. Nekem, mivel apró combjaim voltak, 45 perc bőven elegendő volt, amint látjátok, minden nagyon szépen megfőtt, és a leve szépen be is sűrűsödött. Egyrészt a sok paprikától, amit beleraktam, másrészt az apróra vágott hagyma megfőtt és szétesett. Én általában egy kanállal szoktam megnézni, hogy megfőtte a csirke, hogyha gond nélkül bele tudom nyomni a kanalat, akkor biztosan megfőtt. Ezután már nincs is más dolgom, mint hogy megkóstoljam a levét, hogyha esetlegesen szükséges, most még fűszerezhetitek, de hogyha erre nincsen szükség, akkor már ehetünk is. A tálalás most is pillanatok alatt megvan, igazából jöhet némi tészta, én most éppen hosszú metéltet főztem hozzá, de tökéletes lesz nokedlivel, vagy akár főtt burgonyával is. Ezután jöhet két comb, majd pedig egy nagy kanálnyi finom szaft. Én ezen kívül teszek majd még hozzá némi házi savanyúságot is, és nagyon remélem, hogy kipróbáljátok ezt a receptet. Írjátok meg, hogy hogy sikerült, jó étvágyat kívánok hozzá, és mint mindig várlak benneteket legközelebb is a következő recept videóban. Addig is sziasztok!